A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról és tartózkodásáról szóló előterjesztés is napirendi pont volt tegnap a parlamentben. Bevezetnék a vendégmunkás kategóriát, ami adminisztratív szempontból megkönnyíteni, jogi szempontból viszont szigorítaná a munkavállalást. Ugyanakkor emberjogi szempontból is kérdéseket vet fel a javaslat. A törvényjavaslat még nagyon képlékeny, nem tudni pontosan, kiket nevez vendégmunkásnak a tervezet. Egy valami viszont kirajzolódni látszik, sokkal súlyosabb szabályozás fog vonatkozni rájuk. A vendégmunkásnak legkésőbb a tartózkodási engedélye érvényességének utolsó napján el kell hagyni az országot, sőt, az érvényesség ideje alatt és utána sem igényelhet más jogcíben belföldön tartózkodási engedélyt. És itt van velünk Komját Imre, az MSZP társelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a nézőknek is! Mielőtt a cikázására rátérnénk, ugye, amely szerte szana megy az országban, az a kérdés, hogy ön hogy látja ezt a javaslatot, amit most a kormány benyújt az országgyűlésnek a vendégmunkások kapcsán, hiszen Comba Sándor azt mondta, hogy több százezer munkavállalói helyre kéne ember találni, ugye? És ez persze olyan, hogy a hazai munkaerő szabad kapacitást is be kell kapcsolni ebbe a tevékenységbe, ami ugye az álláshelyek betöltését illeti. Nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, parasztvakítás. Tehát konkrétan azok a javaslatok nem szerepelnek benne, amiket mi hosszú éve óta mondunk. Tóth Bertalan frakcióvezetővel nem tudom hány határozati javaslatot nyújtottunk be, ami a magyar munkavállalókat védi, de ugyanúgy védi a külföldi munkavállalókat, és most már ugye van ez, hogy vendégmunkás. És mondok példát. Könnyebben kirúgható a magyar munkavállaló, mint a vendégmunkás. És ezt csinálják. Napi szinten kapom szakszervezetektől azokat az elbocsátó szép üzeneteket, amiket magyar munkavállalók kapnak, ugyanis olcsóbban ki lehet őket rúgni, mert amíg egy vendégmunkás az határozott idejű szerződéssel jön Magyarországra, addig egy magyar munkavállaló határozatlannal. Hogy értsék a nézők a különbséget, hogy miben van az olcsósága, a határozott idejű munkaszerződéssel kirúgott dolgozónak egy éves távolléti díj jár, amíg egy 10 éve itt dolgozó magyar munkavállalónak 3 havi végkielégítés jár. De ez csak egy példa. A másik, nem látjuk azokat a garanciákat, amik megvédik a magyar munkavállalót attól, hogy mondjuk egy olyan munkakultúrából jövő vendégmunkás, aki nem ismeri a túlóra fogalmát, aki nem ismeri a munkavédelem, munkaegészségügy fogalmát, ne kerüljön majd olyan helyzetbe, hogy a munkáltató így foglalkoztatja. Ilyen is van, napi szinten kapom úgy szintén a szakszervezetektől, munkavállalóktól azokat a leveleket, meg komplet jegyzőkönyveket küldenek el, hogy a távol-keleti foglalkoztató, mert elsősorban velük van a legtöbb probléma, nem mondjuk a német nagy tőkével, úgy foglalkoztatja őket, hogy a legminimálisabb szabályokat nem tartja be. Egy példát mondok itt is. Szigetszentmiklóson dolgozzák fel azokat az akkumulátorokat, amik a Gödi Samsung gyárban selejtesek. Ott volt egy munkavédelmi munkaügyi ellenőrzés, 20 pontban sorolják fel azokat a problémákat, nem problémákat, bűncselekményeknek tartom azokat, amik ott vannak őszintén. Amikor dolgozókat nem tájékoztatnak arról, hogy rákkeltő anyaggal dolgoznak egyéb. Bocsánat, én eddig azt hittem, hogy csak egy személy van Magyarországon, aki jogforrás, de ezek szerint ön is, hiszen a bűncselekményhez azért bíróság kell. Hát kellene, hogy ha meghallaná végre a kormány, amit évek óta mondunk, szerintem önnel is nagyon sokat beszéltünk erről, hogy stratégiai partnerségi szerződést kötnek egyébként munkáltatókkal, de ebben nincs szerepe a munkavállalónak, nincs szerepe a szakszervezeteknek, nincsenek benne garanciák, amik megvédik a dolgozót. Ezért mondja azt az MSZP a hosszú évek óta, hogy kössenek stratégiai partneri szerződést a szakszervezetekkel, és ezek a garanciák legyenek benne. De minek nevezik a kedves nézők azt, amikor kiderül, hogy konkrétan 13 embert egy cégnél olyan veszélynek tettek ki, hogy kimutatható a szervezetükben az a veszélyes vegyi anyag, vagy az a nehéz fém, például a nikkel, ami rákkeltő. És le van írva az első pont, hát egyszerűen eldobtam az agyam, hogy a munkáltató biztosítsa a munkavállaló számára a friss és tiszta levegőt. Hát ez kellene, hogy az alap legyen. És megállapítja, hogy egy 2019-ben beszerelt szűrőberendezés, ami megvédené a dolgozót a nikkelmérgezéstől például, az mondjuk egy pár százezer forintos gégecső eltörése miatt nem működik. És nem sorolom végig,
nonsense. Én azt gondolom, hogy az én olvasatomban ez előre megfontolt szándékkal anyagi okokból elkövetett bűncselekmény, és kaptak 8,5 millió forint büntetést egyébként ez a cég. Olvastam egy cikket, amely ugye leírja, hogy 226 ezer külföldi munkavállaló van Magyarországon körülbelül, és a 85 ezer vendégmunkás, tehát hogy ilyen számokról beszélgetünk. Az utóbbi években felerősödött az a trend, hogy aki itt dolgozik, akár az ön által említett határozott idei munkaszerződéssel, az családegyesítés révén egyre nagyobb számban telepszik meg Magyarországon. Ezek szerint erre a jelenségre reagál ez a javaslat, amit a kormány benyújtott? Én nem tudom, mennyire jellemző ez. Lehet, hogy van ilyen felmérés. Az én általam preferált szakszervezetek és akikkel én kapcsolatban vagyok, ők nem erről számolnak be, ők nagyrészt arról számolnak be, hogy körülbelül 5 évet itt töltenek, és ilyen határozott idejű szerződéssel vannak itt a dolgozók, és utána hazamennek. Mert hogy addig gyűjtik a pénzt, nem hazaküldik, vagy ha hazaküldik is, de itthon egy tartalékot képeznek, és utána hazamennek. Nem az a cél, hogy Fülöp-szigetekről eljön valaki, hogy utána idehozza a családját. Nem ez a tendencia. Alapvetően. Értem. Hát akkor lehet, hogy ezt fölül kéne vizsgálni, ezt a leírt véleményt, de minden esetre, ugye, ha már egyszer az országjárásról is beszélhetünk, akkor ugye élénken követte a Facebook oldala szerint a székesfehérvári köfém bértárgyalásait, ugye? Igen. Végül is, amikor meg volt hirdetve a mai napra egyébként egy sztrájk, akkor azt kellett, hogy olvassa mindaz, aki követte önt Facebookon, hogy mégse lesz sztrájk, mert hogy megegyeztek a dolgozók és a munkáltató. Ez még kérdéses, hogy ezt alá is lesz írva. Egy biztos, hogy most már van meg állapodási szándék, ugyanis már a tüntetést szerveztek a szakszervezetek és a dolgozók, és több sikeres sztrájk, vagy sztrájk fenyegetés volt már az országban, a vasas és a vegyész szakszervezet részéről elsősorban ők tudnak erőt mutatni. Én nagyon remélem, hogy valóban teljesül a munkavállalók óhaja, ami egyébként az, hogy tisztességes fizetést szeretnének, mert hogy 10,8%-os béremelést ajánlott nekik a munkáltató, és ők plusz 5,5%-ot szeretnének, mert egyszerűen nem tudnak megélni abból a fizetésből, náluk is érvényes a dolgozói szegénység, és teljesen joggal sztrájkolnak. És egyébként amikor el szoktam mondani, hogy felhívnám a figyelmét mindenkinek, aki azt mondja, hogy nem léteznek szakszervezetek, de léteznek, és remélhetőleg, hogyha egyszer az MSZP olyan helyzetben lesz, hogy befolyásolni tudja a munkavilágát, akkor még jobb helyzetben lesznek, mert olyan jogszabályi környezetet fogunk létrehozni, amiben tudnak tisztességgel dolgozni a munkavállalók érdekében. Ugye belengedték ott a tiltakozó akciót, és aztán rögtön jött a közlemény a cégtől, hogy a piac fellendülése segített volna megoldani a helyzetet, illetve hát nekik fenn kell tartani a versenyképes üzletmenetet, tehát ezért is kellett volna türelmet tanúsítani a munkavállalóknak. A versenyképességet azt gondolom nagyban segítette, amikor stratégiai partnere lettek a kormánynak, és egyébként jelentős adófizetői támogatást kaptak. Nem tudom ennél a cégnél a pontos helyzetet, de azt tudom, hogy sok olyan cég van, ahol csak nem fogok cégnevet mondani, csak egy példát, 13 tagú menedzsment ugyanakkor a bértömeget visz haza, mint a 2800 dolgozó. Tehát azért a kapitalisták azért tudják, hogy hogyan tudnak a saját maguknak kedvezni, azért a kapitalista matek az elég egyszerű, tehát próbálnak spórolni saját munkavállalójukon, a saját érdekükben, viszont ha van szakszervezet, akkor van bérharc, és akkor több jut a dolgozók zsebébe. Záró kérdés, hogy a Mandiner áttekintette az ellenzéki egyeztetések jelenlegi helyzetét, és hát egy fél mondattal utalt az ön szerepére, hogy nagyon nem hozott áttörést az MSZP népszerűségében, amit én nem tudom, hogy lehet mérni másképp, mint a közvéleménykutatásokkal, de hát nyilván ön legalább járja az országot, tehát azt lehet mondani, hogy személyesen találkozik. Mit mutatnak ezek a találkozók? Nem csak én járom, hál' Istennek, hanem politikus társaim is, akár Korózs Lajost is említetném, Varga Lászlót is hosszan sorolhatnám. Azt mutatják, hogy
az MSZP tagsága és aktivistái és politikusai tisztában vannak azzal, hogy az az értékrend, amit mi képviselünk, az, hogy a hétköznapi emberek hétköznapi problémáival foglalkozunk, az megkerülhetetlen, az MSZP megkerülhetetlen nélkülünk, nem lehet választást nyerni, bármennyire is próbálnak minket sokan leírni, értem, hogy miért, értem a mögöttes szándékot, de az MSZP élt, él és élni fog. Hát ebben nem különbözik Lenintől, nem? Ugye így van ott is. Köszönöm szépen, hogy itt volt.